gyermekkor és a származás determinálja az ember életét. Ez fontos, hogy ki milyen körülmények között született, és milyen volt a gyermekkor, a szülők, és így tovább, az iskola. De ennél fontosabb az a különös rejtett dramaturgia, ami a gyermek és a felnövekvő ember befogadó képességének karaktere. Mert van, akivel megtörténnek a legfontosabb és a leggyönyörűbb dolgok, és nem születnek belőle jellem és egyéniség formáló változások, és vannak olyanok, de szinte felfedezhetetlen és jelentéktelennek tűnő hatások alapvető változást eredményeznek. Ennek ellenére azzal kezdem, hogy egy szobakonyás, 24 négyzetméteres lakásban nőttem föl. Az apám asztalos volt, anyám háztartásbeli. Egy testvérem, egy húgom él, 7 évvel fiatalabb nálam. És korti Magyarországát tessék e köré elképzelni, amelyik nem olyan, mint amit az iskolában megtanítottak nekünk, és amit 50 éven keresztül mondtak, hogy horti fasizmus, és így tovább. A mi életünk a 30-as, 40-es években kiegyensúlyozott volt, úgy értem ezt a kiegyensúlyozottságot, hogy a szellemi, érzelmi és fizikai lét egyensúlyban volt. Úgy érte el Horthy és környezete, akinek kevesebb ideje volt, mint amennyi idő a rendszerváltás óta most eltelt. És egy olyan országot vett át, amelyik 70%-át elcsatolták. Elcsatolták az iparát, az egyetemeit, és a kiépült sugaras gyűrűs közlekedési és hírközlési rendszerben a második gyűrűnél vágták le az országot, azaz Kassa, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Szabadka, nem mondom tovább, az határon túlra jutott, és így az ország belsejéből gyepület, és hozzá kellett kezdeni egy közlekedési rendszerhez, egy iparhoz, 2 millió menekültel, és azután, hogy Sallai Imrék, Rákosi Mátyások 19-ben parasztokat akasztottak Magyarországon, ebből a tönkretett világból kellett fölemelni a maradék magyarságot, és Horthy ipart telepített, a Kassait áthozta Miskolcra, és így tovább, nem mondom végig az egészet, a nagyváradi, a pozsonyi egyetemeket Budapesten kellett megcsinálni, és másutt. És Klebersberg Kuno segítségével kiépült egy olyan iskolarendszer, elemi és későbbi iskolarendszer, amelyik lefette az egész országot. Ma hogy nézünk ki? Ma Debrecentől keletre körülbelül 30 kilométeres hosszú sávban nem csak a cigány gyerekek nem járnak iskolában, hanem a magyar gyerekek sem. Mert a szocialistáknak sikerült azokat az iskolákat, amit egy Klebersberg megépített, elhagyatni az emberekkel. Nem születnek gyerekek, az átlag gyereklétszám családonként a magyaroknál 1,5 gyerek.
és nem viszik iskolába a gyerekeket, mert 30 kilométerre Debrecenbe nem tudják elvinni, mert nincsenek olyan anyagi és egyéb vonatkozású feltételeik. És még arra is jutott a ideje Ortinak, hogy az elcsatolt magyar lakta területeket visszafoglalja. Olyan állapotokat hozott létre, ahogy a Lengyelországból, Ausztriából és a környező országból a zsidók ide menekültek, mert itt biztonságban érezték magukat, és erre az emberre és környezetére mondták azt, hogy fasizmus. És mondom, kevesebb ideje volt, mint amennyi eltelt a rendszerváltás óta, és odáig nem tudunk eljutni, ami természetes volt a rendszerváltás előtt, hogy a szakmákat kamarák irányítják, megszabják, hogy ki mennyi pénzt, milyen munkáért kérhet, és aki ezt nem tartja be, elveszti a tevékenységének a jogosultságát, és alkalmazottként dolgozhat tovább. Ez természetes Nyugat-Európában, és természetes volt Magyarországon, de a versenyhivatal ezt megakadályozza Magyarországon. Miért? Hogy a magyar vállalkozások tönkre menjenek, ezek nem hibák, ezek eredmények. Hogy a magyar vállalkozások tönkre menjenek, és potenciális munkanélküliként, alkalmazottként éljenek a magyarok, és azt vegyék meg, azt a szemetet, amit Amerikából, Nyugat-Európából a rablók idehoznak. Ebben a világban, amikor az úgynevezett felszabadulás élményét el kéne mesélnem, az Isten együtt 28 számú ház pincéjében voltunk 1945 kezdetén, és már bejöttek az oroszok. És a kerítésbe kapaszkodva felnőttek és gyerekek néztük, amikor a vár ösztizet kapott. Először romboló bombákkal lőtték, mert ugyanúgy felszámoltak bennünket, mint ahogy a németeket, ahogyan a Reichstagot elintézték. És utána gyújtó bombákkal, és égigérő lánggal égett a vár, és felnőttek és gyerekek sírtuk. Lejött a pincébe az egyik ruszki katona, hogy a csizmáját ki akarja fényesíteni, és anyám, aki mindig igyekvő lélek volt, egy tubusba adott neki fekete kenőcsöt. De ez soha életében tubus nem látott, és megnyomta a tubust, és belement a tenyerébe. És ezt atrocitásnak tekintette, előkapta a revolverét, és az anyám derekába nyomta, és elindította kifelé, hogy lelövi. És mi pedig sírva, ordítva kapaszkodtunk az anyánkba, a felszabadító ruszki katona. Aztán utána lent a kertben holtan találtuk meg, és azt mondtuk, hogy úgy kell. Mert ez a világ ilyen volt. Aztán a háború után úgy tessék elképzelni a Rákosi féle világot, hogy abban a világban még a Horthy rendszerben kiképzett tanárok és mások dolgoztak, akik európai műveltségű emberek voltak, hogy félre is lehessen érteni a szövegemet, úri emberek voltak, akiknek az erkölcse, az illemtudása és egyebei olyan színvonalúak voltak, amelyeket nem lehetett összeegyeztetni a Rákosi, Gerő, Révai féle sötét, mocskos, hazaáruló rohadt bandájával. Tehát mi az iskolákban olyan emberektől tanultunk a Rákosi rendszerben, amikor a tankönyvekből eltűnt az irodalom, hogy Finta tanár úr, aki a Petőfi gimnáziumnak a magyar tanára volt, azt mondta, hogy aki jó jegyet akar nálam kapni, az minden csütörtökön reggel 7-re bejön, és megtanuljuk a toldit. Mi akkor ezt nem fogtuk föl, hogy mit jelent az, hogy az ember gyerekkorában megtanulja azt, hogy ég a nap melegtől a kopár szív sarja, tikkadt szöcske nyálak, legnájak legelésznek rajta,
és így tovább. És mire vége volt az évnek, tudtuk kívülről. És csak évtizedek múlva jöttünk rá, hogy megtanított minket közvetlenül magyarul. Szemben az akkori ideologizált hamisságokkal, amik a tankönyveinkben voltak. A német hölgyűt is iskolába jártam elemibe, a Petőfig volt Verbőci gimnáziumban, az Attila utcában jártam gimnáziumban, és kicsi gyerekkoromtól fogva, nyáron és télen, főleg amikor nagyon kevés volt az ennivaló idehaza, akkor Zalában, Nagykapornokon és Bugyin az Alföldön, az anyám falujában voltam, általában Bugyin télen, és nyáron pedig az egész színidő alatt Zalában. A zalai és az alföldi gyerekkori élményeim egy életre meghatározták az életemet, és a mai napig is azt mondom, hogy minél messzebb megyek Budapesttől, annál közelebb jutok a hazámhoz. Mert a mai napig is igaz, hogy a vidéki emberek barátságosak, nyitottak, intelligensek, és nem olyanok, mint a pestiek, akik gyűlölködők, közömbösek, idegbetegek, és sóvárognak valami jóra, de azt már nem tudják megmondani, hogy mi a jó. Mert az Osánba járnak vásárolni, vagy a Kórába, tök mindegy, egyik mocskosabb hely, mint a másik, ahol tisztességes árut nem lehet kapni. Igaz, hogy amennyire lehet, tönkretették a vidéket is. Mert ma már természetes, hogy egy vidéki családi ház hátsó kertjében se tyúk, se kacsa, se liba, se disznó, nem beszélve a tehénről. Ma természetes, hogy egy mártéi asszony bevegy hódmezővásárhely melletti az Osamba, megvesz 4-1 kilós rossz kenyeret, hármat betesz a mélyhűtőbe, és esze ágába sincs, hogy másképp gondolkozzon. Annyira sikerült a maradék kis Magyarországot tönkretenni, amennyire csak tőlük tellett. Ebbe a tönkretevő folyamatba lettem én felnőtt. Így végeztem el a műegyetemet. Ebben a világban lettem a Forradalom Bizottmánynak az elnöke 56-ban. Ebben a világban kerültem Tápió Szecsőn, a kivégző osztag elé. Ebben a faluban mentettek ki ebből a helyzetből a kaszára, kapára kapott parasztok. És ebben a világban kezdtem el dolgozni. Az én számomra az építészet lassan az egyetem alatt vált valójában megérthető világgá, mert én eredetileg valamilyen művészi pályára szerettem volna menni, de apám azt mondta, menj el építésznek, mert akkor pénzed is lesz, és az is valahogy művészet. Na, pénzem nem lett, mert nagyon sokáig, egészen 85-ig nem volt pénzem. Sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a felfogásom és a tevékenységem jellege miatt kilettem takarítva valójában az építészet területéről, mert az a szemlélet, az a felfogás, amire én fölesküdtem és amit én szerettem és most is szeretek csinálni, az nem kellett a mindenkori hatalomnak. Illusztrációképpen mondom, hogy egy átalakítást kivéve Budapesten nekem nem épült meg házam. Én egyetlen kormánytól sem kaptam
kiemelt beruházásra megbízatást. És ma már ott tartok, hogy Románia területén és Szlovákia területén dolgozom, mert Magyarországon nem kellek. Annak a befektetői rétegnek, amelyiket 100%-ig szolgál ki a magyar építészetnek egyik ága, az oktogon és környezete, azok az emberek, akik a pénzre esküsznek föl, és lelkifurdalás nélkül vasból és üvegből a házpalota helyére, a Calvin térre egy mocskos szeletet gyártanak. És nem érdekli őket, hogy ott a Nemzeti Múzeum. Nem érdekli őket az, hogy az a tér egy gyönyörű tér volt a beépített szecessziós házakkal egyetemben. Sorolhatnám. De amikor Csíkszeredába Darvas Kozma elhív, és azt mondja, hogy a románok által elpusztított középre, ahova lakótelepi házakat építettek, tervezek egy templomot, és látom, hogy a Darvas által kirakott papundekli doboz, hogy abba pénzt dobáljanak az emberek, előtt megáll egy öregasszony, széthajtogatja a zsebkendőjét, és előveszi a kis lejét, és bedobja, akkor én tudom, hogy nem kérhetek pénzt a munkámért. De az ember nem kér pénzt, akkor pénzt ad. Mert egy templomnak, egy ilyennek, amit Csíkszeredára rajzoltunk, fél évig tart a munkája, embereknek fizetést kell adni, rezsi, stb. És akkor elterjed a városban, hogy a Makovec csak megjátsza a Robert bácsit, mert közben az Orbán Viktortól 30 milliót kapott zsebben. Ezt elmesélem Kairóban a nagykövetnek, aki korábban Orbáné kormányában a titkosszolgálat egyik vezetője volt, elneveti magát és azt mondja, aktív intézkedés. Mondom, micsoda? Hát azt mondja, mi ezt így hívjuk. És mondom, titkosszolgálati munka? Hát azt mondja, persze. És mondom, melyik? Azt mondja, azt nem tudom. Egy ilyen világban élünk. Az úgynevezett objektív feltételek ilyenek. Ebben a világban azonban benne van a csírája egy boldogabb és szebb emberi jövendőnek. Az én szakmámra vetítve ez azt jelenti, hogy el kell tudni fogadni, hogy a mi személyes életünk összes feltétele a világ teremtésekor biztosítva lett. Ezért tehát az ármánynak az emberei, a mammonnak a szolgái hiába igyekeznek, nincs szerencséjük, mert meg kell halnunk, és új gyerekek születnek, és mindenkinél kezdhetik előről. Ezért tehát van remény arra, hogy az ember megfelelő emberi kapcsolatok mellett, megfelelő, intelligens, remek kivitelezőkkel olyan környezetet hozzon létre, amelyben az embernek az Isten által teremtett világgal adekvát módon, azzal egy lényegű módon lehet élnie. Ezt családi házra is értem, templomokra is értem, lakóépületekre és így tovább. A 80-as évek elején adtuk át a Sárospataki Művelődési Házat, aminek akkor még nem tudtam, hogy mi lesz a következménye. Mert akkor a környező párt és tömegszervezetek számára egyértelműen ez egy sikeres dolognak tűnt. Azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem azonos a szovjet típusú előregyártásnak a világával, nem azonos azzal a mentalitással, amely lepusztítani óhajtja az emberi környezetet, érzelemmentessé óhajtja tenni, hogy a manipulálás 100%-os lehessen. És elvesztettem az állásomat. És Madas László, Isten nyugosztalja, nemrég halt meg 90 évesen, befogadott a Pilisi Park erdőgazdaságba. És közel egy évtizedet húztam ott le. És így közel kerültem a mindennapi életben a természetes környezethez. Sokat jártam Visegrádra, Dobogókőre és egyéb helyekre. És egyre jobban megértettem azt a teremtett világot, ami körülöttem van. És oda Visegrádra is, és egyéb helyekre is más építészek számára jelentéktelen feladatokat oldottam meg. De mondjuk a Dobogókőre a síházat, amit a masina fölé kell építeni, és még egy kis evő-ivó helyet is kellett oda tervezni, azt a melósokkal együtt én magam építettem. És jó volt csinálni. Másfajta életet éltem, mint azok az emberek, akik mondjuk a műegyetemen tanították az építészetet, de a házat nem tudtak tervezni. Megpróbáltam megismerni azokat a már régen meghalt, vagy még élő építészeket, akik számomra példaképet jelenthetnek, így Frank Lloyd Wright, Rudolf Steiner és mások, Lechner Ödön, Lajta, stb. Kós Károlynak az építészetét, és nem bírtam magammal. Mindenképpen utána akartam menni annak, hogy a magyar szellemben mi az, amelyik újra és újra visszatér. Tessék gondolni az Iparművészeti Múzeumra, vagy Megyeszai Istvánnak az épületeire, és így tovább. Mi az, ami újra és újra visszatér, és különböző formákban, alakokban, de mindig ugyanazt a tartalmat hordozza. És elkezdtem foglalkozni a népművészettel. De úgy, hogy elgondolkoztam azon, hogy mi a tartalma és mi a jelentősége annak az ősi tibeti kínai jelnek, amit Yang Yinnek hívnak, amelyben a sötétség és világosság egyensúlyáról van szó, de geometriailag pontosan megfogalmazva. Nagyon fontos, számomra rendkívül fontos dologra jöttem rá, mert a Yang Yin az egy körbe rajzolt két kis halacskát jelent, amelyek egymásba fonódnak, és meditáció tárgyává tettem, és rájöttem, hogy eredetileg gömbre van felszerkesztve. És ha ezt a gömböt felszerkeztem a Yang Yinnek a belső szerkezetét, és egy narancsra rajzolom, vagy egy almára rajzolom rá, és kivágom ezt a két féltekét, akkor két S betűt kapok, amelyik itt van kinagyítva, és így néz ki az a gömb, amelyre a Yang Yin föl van szerkesztve, és ha ezt lehántom, és kiterítem, akkor ezt kapom, amit a kezemben tartok,
És hogyha ennek a fekete változatát ide teszem melléje, akkor a magyar népművészetnek egy alapjelét kapom meg. És hogy most egyet ugorjak, ez, amit én itt most lerajzoltam, ez a Paksi templom alaprajza, amelyben a sötétség és világosság egyensúlyáról van szó. És hogyha ezelé odaképzeljük a Paksi templom tornyát, amelyben két fiatorony van, és az egyiken a dagadó hold látható, és a másikon ezekből összerakva a napnak a mustrája, akkor tudnunk kell, hogy jobb oldalon van a hold, a női principium, bal oldalon a férfi, a napnak a principiuma, és fölötte a megváltásnak a jele, a legnagyobb metamorfózisnak a jele, amit az emberiség átélhetett az élete során, ez a megváltó Jézus Krisztusnak a jele. Amikor a Paksi templomot megrajzoltam, a pécsi püspöknek a szolgálati ideje alatt, akkor ő neki nem tetszett ez a templom, de megadta rá az áldását. És amikor elkészült az épület, és megálltunk benne, és látta, hogy ég és föld, férfi és nő, az látszólagos ellentétek kiegyensúlyozott világát látja maga előtt, akkor azt mondta nekem, én nem tudtam, Imre, hogy a magyar nép megújulását hozott létre. És én, amíg élek, már nem él ez a püspök, addig én ezért a mondatért hálás vagyok. És aztán jöttek egymás után a templomok, persze, a siófoki, amelyet egy Józsa Márton nevű Erdélyből átszármazott luteránus pap épített. És amikor elkezdtük az építkezést, még semmi se volt a helyszínen, de tudtuk, hogy holnap jönnek a melósok, akkor a Arci bácsi deszkákból összetákolt egy asztalt, ágakból egy keresztet, és akkor megérkeztek a melósok, és be akartak menni átöltözni, azt mondta, itt megálltok. És attól kezdve zsoltárokat kellett megtanulni énekelni, és mire befejeztük a fújták a zsoltárokat a mellósok, ha tetszett, ha nem. Ez 80-as évek eleje. Tehát még a kommunista világban vagyunk rendesen. És jöttek egymás után a templomok, számüzetés ide, számüzetés oda. 84-ben már megcsináltam a Makonát Nagy Ervinnel és Koppán Zoltánnal együtt, a Lánchíd utcában egy tenyérnyi kis üzlethelyiségben. És aztán nagyon gyorsan a fiatalokból összeverbúválódott egy ütőképes tervező iroda, amelyik már egy hatalmas területen dolgozott néhány évvel utána a Madács téren és egyéb helyeken. Mert ennek a népművészeti jeleknek a megismerése, a mozgásformáknak, az emberi mozgásformáknak a leképezése, ez létre tudott hozni, mindjárt felveszik, létre tudott hozni egy olyan légkört, amely a fiatalok számára fontosnak tűnt. Mert szemben állt azzal a kiüresedett világgal, amit a panelgyártást és a nyugat-európai üresépítészet jelentett. Ma már ezek az emberek 50 évesek. Turi Attila például az egyik legkitűnőbb növendékem, aki ma már az 50-es éveit tapossa, az 21 éves korában jelent meg nálam
a pilisi parkerdői gazdaság töpörtyi kis helységében. Fönt a Budakeszi úton voltunk, Márlaki Erzsi munkatársammal együtt, mert az végig kísérte az egész pályámat. És 21 éves korában kapcsolódott ehhez, ma pedig a Műegyetemen az alternatív élőépítészetet tanítja, 80 diák jelentkezik erre az alternatívára, mert még egészséges ösztönnel, még azokkal a természetes kívánalmakkal élnek, ami joga és kötelessége egy embernek. Hogy aztán később a pénz hogyan motiválja az embereket, ez már neveltetés kérdése és gerinc kérdése. Valamint világnézet kérdése. Nagyon sok tehetséges, kitűnő növendéken vált a pénz tartalékává, mint Epler Dezső és mások. Amit mérhetetlenül sajnálok, mert ha valaki látja a szellemi kiüresedést, az sajnos én vagyok. Viszont olyan kitűnő emberek is megszülettek ebből a magyarországi élőépítészeti folyamatból, akik egy életen keresztül ki fognak tartani mellette. És ahogy már máskor elmeséltem, ennek a magyarországi szerves vagy élőépítészetnek van egy szervezete, ez a Kóskálő Egyesülés, amelynek közel 40 magyarországi tervező iroda tagja, 12 szlovákiai és 61 romániai. És a legutóbbi összejövetelünk Nagyszebenben volt, tehát számunkra a Kárpát-medencének a megosztottsága praktikusan sincs jelen. És amikor Csengerben 25 évig dolgozunk, és szoros kapcsolatot építünk ki Szatmárnémeti városvezetésével, és az utakat, és a közműveket, és a közintézményeket úgy tervezzük és úgy építjük, mintha Csenger Szatmárnémeti külvárosa lenne, akkor ez annak a gyűlöletben fogant igazságtalan, honfoglaló gondolatnak mond ellent, amely Trianon maga, amelynél undorítóbbat és visszataszítóbbat keveset ismerek. Ma már Zseliz vagy Zselizovce, vagy Komárom, vagy Komárno számunkra ugyanazt jelenti, mint Kecskemét, vagy Hódmezővásárhely, vagy Szeged, mert ugyanabban a tájban van, ugyanazok az emberek élnek benne, mert az én számomra nincs akkora jelentősége az, hogy valaki szlovák, vagy bunyavác, vagy zsidó, vagy sváb, vagy székely, vagy magyar, vagy holá. Mert a temesvári templom és kollégiumnak az építése során oda megyek a román melóshoz, és mondom neki, te ne haragudj, pajtás, de én nem tudok román. Azt mondja, nem baj. És tud 30-50 szót magyarul, és elboldogulunk. Ugyanezt mondhatom el Szlovákiáról. A bajt az emberek között az a hatalmi politika hozza létre újra és újra mesterségesen, amelyet mindennapi életünkben tapasztalunk. Nem hibázik a politika. Erre agymeséljek el egy történetet. Mezei Gábor barátom, majd leküldte az apja az államosítás után, amikor a fűszeresből közért lett, hogy hozzá tízdek a párizsit, és mondta neki, hogy tanítottalak, ha belépsz, köszönsz,
megköszönöd az állít, és elköszönsz, megértetted, igen, papa. Visszajött, hozta a Párizsit, azt mondját, apa, hát milyen hibák vannak itt, én köszöntem, senki nem válaszol. Nézd meg, a vasas végét belevágták a tízdek a Párizsiba, azt mondja, elköszöntem, és akkor se. Hát ilyen hibák vannak, azt mondja, fiam, ezek nem hibák, ezek eredmények. Mi önvédelemből találjuk ki azt, hogy politikusaink hibáznak. Szó sincs hibákról, eredményekről van szó, és ezzel kell tudni szembenézni. Tehát nem velük együtt gyűlölni a románt, vagy a szlovákot, vagy a mindegy, hogy melyiket, hanem közelíteni kell, mert igenis mi több mint 1000 éve együtt élünk. Lehet, hogy nem ilyen számarányban, nem ilyen körülmények között, de tessék szíves lenni, átgondolni azt, hogy mit is jelent az a mondat, hogy az az ország erős, amely több népből áll. Ez Szent Istvánnak a mondata. És miért találtak ki azt, hogy a latin volt a hivatalos magyarországi nyelv? Még a 19. században is egy parasztnak a dolga volt a valahol hivatalos helyen, akkor egy deákot vett maga mellé, hogy latinul tudjon beszélni. Miért találták ezt ki, hogy egyik nyelv se üljön a másiknak a nyakába? Szlovák kollégáimnak és barátaimnak mondom, hogy ti azért tudtok szlovákul édesen, mert Szent István ezt találta ki. Az Egyesült Európának a gondolata itt található meg, és nem a gazdasági együttműködések egyoldalúságában. Mint ahogy ezt egyesek most úgy képzelik, a rabló nemzetek közül, rabló nemzetek tartom az angolt, a franciát, és itt tovább. Miért, mitől lettek ők gazdagok? Hogy hajóra szálltak, átmentek az amerikai kontinensre, meg Afrikába, kiirtottak, akit csak lehetett, és az rajukat elhozták. Mitől gazdagodnak most meg Magyarországon? Attól, hogy az iparűzési adón kívül semmilyen más adót nem fizetnek, és az értéktöbletüket kiviszik az országból. És szemetet árusítanak természetesen. Nem vagyok tőlük oda. Tehát nekünk önellátónak és talpra állt embernek kell lennünk minden körülmények között. Ahogyan ezt tettük a magyarországi szerves építészettel. És ahogy ennek még sincs súlya Magyarországon, az természetesnek tartom. 1541 óta nincsen nálunk magyar államiság. Ezért tehát egy olyan türelmes, megalkuvó, különös magatartást alakítottak ki az emberek, amelyikben a felelősségvállalás, az egyenes beszéd ritka. Ezért nem kell egy Baktai Ervin, ezért nem kell sorolhatnám a legfontosabb tevékenységek, mert veszélyesnek érzik, mert kitalálják, hogy idegen, mert valami másról próbálnak meg gondoskodni, kétségbe esett ő mentalitással, csak a saját pénzügyi érvényesülésük van előttük, mert ezt tartják a legfontosabbnak, hogy a bázisa az életüknek meglegyen. Holott az élet bázisa nem a pénzben van, hanem a szellemben van, természetesen. És a szellem és a test egyensúlyában. Ez így van. Amikor a rendszerváltás bekövetkezett, nagyjából ebben az időben már odáig jutottunk, hogy megépíthettük a Kecske utca 25-öt, amiben most is vagyunk. És ebben elfért egy társberuházó is, és a Makona Egyesülés is, amelyik addigra már különböző szervezetek ki bomlott és egyesült újra. És elfért a Sára Sándorral és Csórival létrehozott Magyar Művészeti Akadémia is, amelyik
ennek a létrejötte nem volt olyan nagyon egyszerű. Mert ahogy mi létrehoztuk ezt a Magyar Művészeti Akadémiát, és az Elnik által vezényelt Vörösmati téri irodaházba tudtunk összejönni, és engem megválasztottak elnöknek, akkor a Magyar Tudományos Akadémia első embere behívatott magához, mert addigra rájöttek, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretében egy másik művészeti akadémiát is létrehoznak, a liberálisabb és a szabad, hogy mondjam, hogy kikerüljem a szitok szavakat. És az akkori elnök azt mondta nekem, hogy ha abba hagyom a Magyar Művészeti Akadémiát, azonnal fölvesznek a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának. Akkor én felálltam, és köszönés nélkül távoztam. Ez a Magyar Művészeti Akadémia is beköltözött ebbe a házba, ahol most vagyunk. Itt van alattunk, a kerten, egy szintben, mert ez egy meredek lejtős telek. Sokan vagyunk, működik, és a mai napig is egy fillér állami támogatás nélkül tartjuk fönn, összekönyörgött pénzből, jelentéktelen pénzekből, de itt élet van, és a másik művészeti akadémia van pedig státuszom. Slussz. Hát te ez természetes, ez majdnem mindenben így van. Én már nem vagyok a Fekete Gyurka, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, de engem örökös elnöknek neveztek ki ezek az áldott lelkek. És természetesen a mai napig is nagyon fontos számomra, hogy ez legyen. Mert a művészek otthon vannak, egyedül. És ha összejöhetnek, még ha veszekednek, az is jobb, mint hogyha semmi se történik velük. De nem veszek. Hanem jó dolguk van. Mindig veszünk kis pogácsát, van egy pohár bor, előadások hangzanak el, bemutatják egymásnak, amit csinálnak, meghívunk ide embereket, és működőképes. Hála Kovács Flórián titkárnak, aki hallatlan szorgalommal és hozzáértéssel vezényli ezt az egészet, mint titkár. Három gyerekem született, sajnos csak három, én vagyok az otthon. Jobb lett volna, ha minimum öt, azóta már, de ezzel most már nem tudok segíteni. Miattam nem vették fel őket felsőoktatási intézményekbe. Úgyhogy a lányom és a kisebbik fiam az Finnországban végezte el, a fiam a zeneművészeti főiskolát, a lányom a képzőművészetit. A kisebbik fiam az finn feleséget hozott, úgyhogy van két, félig magyar, félig finn unokám. Lányomnak is van két gyereke, nagyobbik fiamnak is van kettő, de hát azok már nagyok, úgyhogy a nagyobbik fiam az már nagypapa. Mert a Virág, a nagyobbik lánya, a Béninek, az nagyon hamar férhez ment, és nagyon hamar megszülettek a gyerekek, aranyos kölykök. És aztán, amikor hazajöttek, akkor a harsonás a fiam, és természetesen 5 év alatt elszokott attól a világtól, ami itt van. És amikor a fesztivál zenekar harsonást akart fölvenni és felvételt hirdetett, akkor elment. És azt mondták neki, hogy te nagyon jól fújsz, de azért nem gondolod, hogy ezzel a mélyben ide kerülhetsz. Fischer Iván, elvtárs. A
A lányom pedig nagyon nehezen tud gáz jutni, mert most a képzőművészet meglehetősen nehéz helyzetben van, amilyen a beruházások is nem óhajtanak képzőművészeti alkotásokat, és maga a galériás ipar, hogy úgy mondjam, az pedig meglehetősen egyoldalú és rendkívül módon pénzorientált. De hát valószínűleg ez javulni fog ez a helyzet. Nagy örömöm van a unokáimból. A Tisza mellett építettem egy házat, ahol elfér az egész csapat. És amikor együtt kimegyünk Ladikkal a Holtiszára, az jó. És jó is ott lenni. Annak ellenére, hogy az idén pokoli időjárás volt, de 5 hetet töltöttem ott, és meg kell, hogy mondjam, hogy sok tekintetben rendben jött az ember gyereke. Ezekkel a kölkökkel együtt lenni jó, rumli, fegyelmezés, etetés és így tovább, ahogy az kell, és rendben is van. Befejezésű pedig azt mondanám, hogy a magyarországi szerves építészetet a világon ismerik. Tanítják az egyetemeken, a legszélsőségesebb esetet mesélem el, Honoluluból fölhívtak, hogy a Fülöp-szigeti építészet alapvetése a magyarországi élő építészet, és hogy mindent küldjek, amit csak tudok, mert az információik az internetre korlátozottak, és elküldtem egy csomó könyvet. És ez így van jól, mert az élő építészetben annyi nacionalizmus nincs, mint egy kecskében, hanem az Úristennel foglalkozik, a Földdel foglalkozik, és saját magunkkal foglalkozik. Meg a fákkal, meg a madarakkal, hogy sorolja az egész csapatot úgy, ahogy van. És mindig lesz felfedezni való. Azt mondhatom záradéképpen, hogy most így vénen egyre jobban tudom, hogy nem értek semmit. Nem értem ezt a világot, mert felfoghatatlan az a mérhetetlen, mindent átfogó intelligencia, amely ezt fenntartja és kormányozza, és közben bennem is minden porcikám ő maga, a Teremtő Úristen. Amikor valaki arról beszél, hogy a Jóisten az hol van, hát bennünk van. Meg a fákban, meg a földben, meg a felhőkben, meg. És így tovább. Hát, felnőtt emberként, felhő nyitogatóként jöttem ide, van egy nótár, majd úr azt mondja, hogy sírok alatt eleget, ha te, ha, fejezi be az öreg, és én is ezzel fejezem be. Na, meg volt egyszerű a dolog, szóval hihetetlen, hogy a nem tudtunk előtte rájönni. Hát itt, ha lerajzolom neked. Maradj már ott. Mi a Jangi? Ez. Igaz? Ez az egyik fele, ez a sötét. És ez meg a világos. Na most akkor elkezded, azt mondja, hogy húzod meg ennek a tengelyét? Hát úgy, hogy ezt a távolságot, ami itt van, ezt megfelezed, és ide húzol egy kört. Másik oldalról ugyanezt megteszed. Akkor ezt a távolságot újra megfelezed. Mert ez is Jangi. Tehát még így is működik ez a játszma. Magyarul, ha ezt a vonalat most végig akarom húzni,
akkor ezt kapom. És ez konvergál az Érushoz, de sose éri el. Itt van rajta. Miért enyészik ez el? Meg ez a vonal, ez miért enyészik itt el? Hát azért, mert egy gömbön van rajta. És akkor rárajzoltam egy gömbre. És ezt én kihagytam. És akkor mit, mert megkapom ezt a magyar népművészeti mintát. Amely ráadásul úgy folytatódik, hogy írni. Mi van a magyar népművészetben? A bunkó parasztnak a díszítő kedve, mint ezt tanították nekünk. A világ mindenség egész konstrukciója benne van. Ahogy Bartók tudta, hogy a pentatóniában mi van. Hát egy csepp véredet betesznek egy mikroszkóp alá. És nézed a vörös és fehér értesteket. Összeszállod magad. Ott megint elkezd befelé menni egy végtelen kozmikus élet. És akkor kimutathatatlan nap. Na jó. Ez a makro és mikrokozmos egysége gyakorlatilag. Hát így van. Hát itt se bele, se kifelé, nincs vége. Na, szóval ez ilyen. Hát köszönöm szépen. Nincs mit, apja. Nagyon jó volt veled.